Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, és a mai videóban egy mobil stabilizátort mutatok meg nektek egy olyan márkától, amiről még egyáltalán nem volt szó a csatornán. Ha a gimbalról van szó, akkor a három legnépszerűbb márka a DJI, a Zhiyun és a Fejutech. Igaz, hogy jelen pillanatban az Osmo Mobile 3 egy kicsit izgalmasabb termék, de itt van az egyébként olcsóbb Fejutech Wimbal 2 is, ami más szempontból érdekes, ugyanis ez mind a mellett, hogy persze stabilizál, mini tripodként is használható, és ilyennel még egy gimbalnál sem találkoztam. Kezdjük először is a csomagolással. A Wimbal 2 három színben kapható, ahogy az a doboz hátulján is látható, fekete, fehér és rózsaszín. Felnyitva a préselt hungarocell dobozt, ami egyúttal a hordtáskája is, megtaláljuk magát a gimbalt, van hozzá egy az aljára rögzíthető tripod is, amit mindig szívesen látunk, de akármilyen más tripodot is rárakhatsz a szabványos menetnek köszönhetően, illetve vannak még kábelek is a dobozban, egy sima micro USB-s kábel a töltéshez, valamint minden mobil típushoz egy-egy külön vékony kábel, tehát van micro USB-s, USB Type-C is és Lightning kábelünk is. Végül, de nem utolsó sorban, van egy csuklópánt is. A legtöbben bizonyára már láttatok ilyen eszközt, akár a DJI-tól, vagy más márkától is, mindegyiknek van valamilyen sajátossága, ami érdemessé, különlegessé teszi, attól függően persze, hogy te milyen forgatókönyvben használnád. Alapvetően mindegyik arra jó, hogy a mobillal rögzített felvételeinket stabilizálhassuk, természetesen mutatni fogok majd vele és nélküle készült videókat is, de azt is elmondom, hogy mi különbözteti meg a Wimbal 2-t a többiektől. Először is néhány alapinformáció. A Fejutech Wimbal 2 műanyagból készült, a legtöbb helyen matta felület, hátul viszont a ravasznál bőrhatású borítást kapunk a stabilabb fogás érdekében. Maga a gimbal mindössze 428 g, tehát nem megterhelő a használata hosszabb távon se, az anyaghasználat pedig szerintem kiváló. Az eszköz képes kezelni bármilyen telefont, ami szélességben 57 és 84 mm között van. Én például a OnePlus 8 Pro-val használtam, ami inkább ugyan nagyobb mobilok közé sorolható, de kiválóan működik vele is. A stabilizátor kiegyensúlyozása nem nagy ördöngőség, ha ki van kapcsolva, mindössze annyit kell tennünk, hogy a vízszintes kart állítsuk be úgy, hogy lehetőleg egyik irányba se billenjen ki a telefon, ha lehet, akkor maradjon középen. A többit megoldja a stabilizátor algoritmusa. Bekapcsolás után elképzelhető, hogy kicsit ferdelesz, de pár másodperc után kompenzál, ha pedig ekkor sem lenne egyenes valamilyen okból kifolyólag, akkor manuálisan lehet kalibrálni. A Wimbal 2 legfontosabb tulajdonsága, hogy kiúszható, így 18 centivel meg lehet hosszabbítani. Ezzel előnyösebb lehet akár vloggereknek selfie videók rögzítéséhez, de így könnyebben ki tudod emelni a tömegből a nép feje fölé, hogyha valamilyen látványosságnál vagy. A telefont be lehet rakni horizontálisan is, viszont érdemes újraindítás után elvégezni ezt, ugyanis ha működés közben váltunk orientációt, akkor a motor nem tud megfelelően igazodni, csak újraindítás után. Ami még szintén fontos, hogy egyik tengelyen sem fordul át 360 fokban, a maximum ennél a stabilizátornál 320 fok. Az eszközön összesen kettő USB portot fogunk találni, az alsó magának a gimbalnak a töltéséről gondoskodik, a felsőn keresztül pedig a telefonunkat tölthetjük. Ezt vízszintesen is meg tudjuk oldani, működik, de a weboldalokon is inkább a függőleges orientációnál mutatják. Mint a legtöbb stabilizátornál, van egy joystick, amivel irányítani tudjuk a tengelyeket, van egy kibekapcsoló per módválasztó, egy rögzítőgomb, egy zoom csúszka és hátul egy ravasz. A használati útmutatóban is világosan mutatják, hogy melyik gomb mire jó, a ravasz nyomvatartásával mindig ugyanabba az irányba néz a telefon, dupla nyomásra pedig középre állíthatjuk vissza. A bekapcs gomb rövid nyomására a panning és a lock mód között válthatunk, dupla nyomásra követő módba válthatunk, háromszori nyomás után pedig kamerát válthatunk. A rögzítő gomb egyszeri nyomására fotózhatunk, hosszú nyomásra pedig videórögzítést indíthatunk el. Mindenre csak úgy vagyunk képesek, ha letöltjük az iOS-ra és Androidra is ingyenes WeCool applikációt, ezen keresztül párosítatjuk magát a gimbalt is a mobilhoz, és ezen keresztül érhető el minden ehhez kapcsolódó funkció. Vannak különböző effektek, timelapse felvételi lehetőség, lassítás vagy éppen tárgykövetés,
De állíthatjuk a reakcióidőt is annak függvényében, hogy milyen jelenetet szeretnénk rögzíteni, milyen gyorsan húzzon utána a gimbal. Sok stabilizátor apjához hasonlóan ez sem támogat 4K 60fps-t, hogyha ebben szeretnénk rögzíteni és a telefon támogatja, akkor használjuk a gyári kamera appot, ilyenkor viszont nincsen tárgykövető opciónk, itt irányításra csak a joysticket használhatjuk, valamint a ravaszt, és ezzel a középre igazítást. És akkor jöjjön pár demonstráló videó, hogy milyen felvételeket készíthetünk OnePlus 8 Pro-val, csak úgy simán, és a Gimbal 2 stabilizátorra. A Gimbal 2-ben van egy 9,62 wattórás akkumulátor, amivel 5 órán át lehet használni, aminél valljuk be, vannak már sokkal jobbak is hasonló áron, vagy éppen picivel drágábban. Gyors töltést az eszköz nem támogat, a Fejútek is 5 volt 2 amperre képes adaptert javasol a töltéshez, de egyébként powerbankről is táplálhatjuk használat közben. A Gimbal 2 szerintem egy megbízható, jól működő stabilizátor, az üzemideje ugyan nem kiemelkedő, de van egy 18 cm-re kihúzható nyaka, és igazából ez teszi különlegessé a stabilizátor, és ami jó pofa, valamint hasznos funkció, hogy amikor kikapcsolod, akkor nem dobja el egyből, hanem szépen leengedi a telefont, így nem kell attól tartanod, hogy hozzáütődik. Hozzám a kütyű közvetlenül a gyártótól érkezett, a hivatalos weboldalukon 89 dollárért tudod megrendelni euraktárból, tehát pár napon belül megérkezik, az ára forintosítva kb. 26 ezer forint. Megvan ennek is a maga varázsa, azonban ha inkább a hordozhatósága szempont, akkor szerintem megéri a plusz 10 ezer forint felárat a jelenleg még csak előrendelhető Osmo 3, de ha esetleg érdekel a Gimbal 2, akkor megtalálod a linket a videó leírásában. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, nyomjátok be a harangot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!